Újabb megdöbbentő információk láttak napvilágot arról, hogy miként küzdenek egyes érdekcsoportok a nekik nem tetsző politikusok ellen az Unióban. Napok óta téma, hogy az európai baloldal áskálódik a bevándorlás ellenes politikusok ellen, így például a fideszes képviselők ellen is. Most kiderült, hogy Soros György hálózata sem tétlen. Az Origo azt írja, hogy mintegy 200 a milliárdoshoz köthető civil szervezet, vagyis NGO lendül támadásba. Volt, amelyik nyílt levélben hergel a fideszes képviselők ellen. Hídvégi Balázs volt az egyik legfőbb kommunikátora az Orbán kormánynak az elmúlt években. Elsőként ezzel indokolja az európai civil szervezeteket tömörítő csoport azt, hogy miért nem látják szívesen a fideszes politikust az Európai Parlament egyik szakbizottságának alelnöki posztján. Az Európai Civil Fórum nyílt levelében arról is ír, hogy a magyar kormánypárt politikája szerintük ellentétes a Libe bizottság céljaival, majd arra figyelmeztetik a néppártot, hogy ha nem akarják gyengíteni a pártcsalád és a civil szervezetek közti bizalmat, akkor vizsgálják felül a választásukat, és javasoljanak olyan jelöltet, aki erősen elkötelezett a demokrácia és az emberi jogok iránt. Az Origo szerint az újabb Fidesz elleni lobby mögött Soros György 200 civil szervezete áll. A portál szerint a tőzsdespekuláshoz tartozó NGO-k és alapítványok befolyásolni akarják, hogy kikapják a legfontosabb uniós pozíciókat. A magyar kormánypártok politikusait pedig következetes migráció ellenes álláspontjuk miatt nem akarják látni a vezető tisztségekben. Nem egészen egy hét telt el azóta, hogy Hídvégi Balázst nem tudták megválasztani a Libe bizottság alelnöki posztjára, mert a liberális politikusok váratlanul új nevet dobtak be. Miután a döntést elnapolták, az egyik Soros György bizalmasaként is ismert holland liberális politikus közölte, egészen addig útját állják az alelnökök megválasztásának, amíg fideszes politikusok is lesznek a jelöltek között. A balliberális tömb lobbiát, azaz M1 birtokába került levél is igazolja, amit a szocialista frakció küldött szét a szakértői között. Ebben megköszönik nekik, hogy megakadályozták az általuk Európa ellenesnek tartott pártok politikusainak kinevezéseit, és azt is, hogy sikerült elhalasztani a fideszes politikusok megválasztását is. A levélben megfogalmazott gyakorlatot követte Gyurcsány Ferenc pártja is, amely még büszke is arra, hogy a Fidesz jelöltjeinek kinevezése ellen lobbizott. A baloldal viselkedését sokan visszatetszőnek tartják, mivel egy évek óta bevett uniós gyakorlat szerint a frakciók a választáson kialakult erőviszonyok alapján osztják le a szakbizottsági helyeket. A kormánypártok szerint példátlan és felháborító, hogy a bevándorláspárti Soros hálózat Gyurcsány Ferencékkel együtt kampányol a bevándorlást ellenző magyar képviselők ellen. Nem akarják, hogy a Fidesz-KDNP képviselőin keresztül a magyar emberek hangja felerősödjön az Európai Parlamentben és az olyan bizottságokban, mint a Libe, amely eddig teljesen a Soros hálózat befolyása alatt állt, és amely a bevándorláspárti javaslatok első számú előkészítője. De minél erősebben akarnak minket elhallgattatni, annál erősebben fogjuk hallatni a magyar emberek hangját az EP-ben, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy megállítsuk a bevándorláspárti erőket. A baloldali lobby ellenére a fideszes Dajs Tamás és Gák Inga is alelnök lett egy-egy uniós szakbizottságban, Járóka Léviát pedig megválasztották a parlament egyik alelnökének. A tisztségviselők választása a héten folytatódik az uniós szakbizottságokban.